Oké. Szevasztok újra, üdvözlök mindenkit. Hát, ma már egy videót készítettem, most készítek még egyet. Mégpedig ez is egy érdekes és egzotikus kaja, aminek az a neve, hogy ugye burrito, ami tortilla tésztából készül, ilyen lepény. Mexikói ételről beszélünk. Nagyon vékony, ezt lisztből csinálják, ilyen paracsinta-szerű, biztos, hogy ismeritek, már Magyarországon is. Most egyelőre visszarakom. Aztán ez, ami ez a burritónak adják, de hát ugye lehet használni, mint enchiladát, enchilada szósszal is, ugye, hogyha öntöd a végén, ami... Na most a hozzávalók, tehát igyekszek nem rángatni a fejem. Tehát ugye a mexikói ételről van szó, tehát bab, ez kb. 10 deka, ez az egész konzerv, ez 1 kg 15 deka. Tehát olyan 10-15 dekát vettem le, a bazsalikom, vagyis basil, só, oregano, fekete bors, erős paprika, amit csak az enyémre teszek, spanyol paprika, kétféle burritót fogok nektek megmutatni, ehhez én már itt összedaraboltam nagyon apróra gépsonkát, és csirkemell, és itt külön, ugye a Sanyi barátomnak a kérésére bemondom azt, hogy ez 60 deka. Tehát ez 60 deka csirkemell ledarálva. Fél, hát ilyen jó nagy hagymát veszel alapul, nagyot, normál méretűen, alma méretű hagymát, akkor annak a fele, lila hagymát használok, és egy egész fokhagyma van itt, ami olyan 6-7 gerezről beszélünk, hát így látod a mennyiséget, és egy jó fél, hát hogy a szegedi paprikáról beszélünk, nyugodtan egy egészet belerakhatsz, és én fogok használni egy fél paradicsomot. Tehát nagyjából ezek a hozzávalók. Húzzuk ugye az egész hagymát, ami van, a fokhagymát. És ugye a paprikát, tehát így együtt díszteljük meg ezt a három dolgot. Teszünk bele egy kevés olajat. Ez körülbelül látod, olyan 3 evőkanálnyi lehet, tehát ennyit tegyél bele. Elkezdjük a dísztelést. Szépen összekeverjük az egészet. Ez az a pillanat, amikor ráteszik a húst. A már ismertetett módon, ugye, két kanállal, mivel most már ugye tudom használni mind a két kezem, ugye át fogjuk ezt az egészet dísztelni. Ez nagyon hamar van meg, kamionba is erős tüzet használsz, és nyomod, pörgeted szépen, itt teljesen ki nem fehéredik, nem hagyod összeállni, ha nem hamburgert készítünk, és egyelőre még nem tettünk rá semmit. Szóval kezd kifehéredni a hús, már majdnem jó. Látjátok, én is ezt csinálom. Nagyon nagy szorgalommal, mert ugye rosszat nem szabad főzni a kamionosok számára, dolgozó emberek egyenek finomat. Most jött el az a pillanat, amikor rádobjuk a babot. Nemzeti étel, kukorica bab, ugye Mexikóban, az Isten tudja hányféle babjuk van és paprikájuk, fekete borsuk, sokkal, sokszorosan többféle változat van Mexikóban, borsból, paprikából és babból, mint Magyarországon. Gyönyörűen kifehéredett a hús, ez gyakorlatilag már most, a csirkemell nagyon hamar átsül, főleg így darált állapotban, már most fogyasztható lenne, ha be lenne fűszerezve. Tehát elkezdjük a fűszerezést.
a... Próbálom mutatni kanállal, hát nem tudom a... Hát legyen ez, mondjuk, ez a kanalunk, ez a méret. Ez a magyar kiskanálnak a... Hát mennyi lesz, háromszorosa? Szóval egy ilyen lapos... Ugye ez kérés volt, amit én teljesítek, egy lapos kanállal ebből a méretű kanálból, otthoniból talán olyan három kávés kanálnyi borsot raksz rá. A sóval, várjál, hagyd gondoljam végig, azt mondja, hogy nem lesz semmi olyan, ami só, illetve a sonkában lesz egy kis só, tehát nem muszáj nagyon megsózni. Így egy, szintén egy olyan jó, hát egy kicsit vissza. Tehát próbáld először kettő darab magyar kávéskanálnyi sót használni, ezt tudom javasolni. És ugye piros paprikát a színe miatt teszünk csak rá. Ez most föl is bontva. Ez spanyol paprika, amit most gyorsan fölnyitok. És szintén egy olyan, na legyen ez is egy ilyen, egy jó élmény, azért egyében egy pupos, igen, egy pupossal. Tehát Sanyikám, ha nézed a videót, nincsenek kötött szabályok, szóval ez így oké. Ha kevesebbet raksz bele, úgyis jó, ha kicsit többet, ugye nem fogod elrontani. Na most, ugye itt a basil, vagyis a bazsalikom, most száridottat teszünk, itt már vigyázol. Tehát szintén egy ilyen amerikai kiskanállal, ez itt a kávéskanál, és akkor mi van még? A só megvolt, oregánot teszünk bele, sweetly, ugye? Ezzel vigyázol, nem, a másik a sweetly, ezzel mindig keverem, vigyázol, ez egy erős fűszer, tehát nem sokat tettél. Tegyél bele egy kiskanálnyit, magyar kiskanálnyit, és az egészet most már ugye elkezdheted összedolgozni, mindjárt meg. Ezt még rátesszük. Elnézést a szédülésért. Ezt rátesszük, eldolgozzuk a paradicsomot, legyen egy kis, ez fog egy kis levet engedni. Hát ott nem tettünk rá semmilyen szószt. Ugye? Na most itt jön az a kérdéses pont, hogy ezt a gravy-t, ajajaj, majdnem levertem. Le is ment egy kicsi a főzbe, majd mindjárt föltakarítom. Hogy ezt a grévit meg-e tudod venni Magyarországon. De mondom, ha besamel mártást csinálsz, aznak ugye az alapja, még egyszer elmondom, vaj, liszt és tej. Ezt fölkevered, ebből kapsz egy ilyen sűrű valamit, és azt be tudod ízesíteni, befiszerezed. Bors, piros paprika, egyebek, vagy csak egyszerre rá tudod önteni. Ha nem szereted azt a teljes ízt, akkor önthetsz rá vizet, szóval akkor csinálsz egy ilyen kis sűrítést. Na, szóval én ezt ráteszem, az egészet. Így, ennyi volt, ez körülbelül van jó 2 decinyi. Így. Ez mondhatnám olyan delikátszerű, tehát segíteni szeretnék azzal, hogy lehet, hogy fölöslegesen beszélek, mert ez kapható Magyarországon, akkor fölöslegesen dumálok. De ha nem, akkor be tudod helyettesíteni, mondom még egyszer, ezzel a bechamel, ugye vaj, liszt, víz, vagy tej, és egy kis delikáttal ugye felhozod a ízét, és akkor azzal így be tudod sűríteni. Nem rántást csinálunk, nem. Ugye elő van melegítve az edényünk, és eljött a pillanat, amikor belerakjuk ugye a tortillának a tésztáját. Ezt azért kell felmelegíteni, hogy ne törjön össze, amikor hajtogatod. Szeretem a rendet, törögetek. Nagyon tisztán szeretek főzni, én azonnal mosogatok, miközben föl az étel. És ennek a feleségem nagyon örül. Na, szóval, itt van, már is lejjebb veszem, mert csak annyi kell, hogy felmelegedjen, tehát itt nem sütünk semmit. Igen, látjátok, ugye ebbe van zsiradék, ebbe a tésztába, ott már megjelenik,
egy ilyen kis fényesedés. Nyugodtan így kézzel meg tudod fogni. Egy kicsit ott megbarnod, az nem baj. Ha elkezd hólyagosodni, már kész is vagy. Hát, egy ilyen tortilla tésztához számolsz körülbelül, hát így, nézd meg, két jó pupos evőkanálnyi anyagot, amit nem raksz ki oda a végéig, és középre teszed. Oké? Tehát így érthető. Na most, jön a sajt. Ugye, mexikóiak szeretik a sajtot. Viszont nem teszünk bele salátát. És tehetsz bele egy kis sajtot. Így. Jó, fél maréknyi sajtot, ugye beleraktad. Így, ne? Most jön az a érdekes rész, amikor lehet olyat csinálni, hogy raksz bele erőset. Tehát ez itt ilyen ledarált, nagyon erős paprika. Ez Kínában érlelik valami 5 évig. Ez nagyon erős. Akkor itt van ez a bizonyos enchilada szósz, amit a mexikóiak használnak. Ezt én most teszek rá egy kicsit. Ugye ez majdnem olyan, mint a habanero. És teszek bele egy pici csipőset ebből is, nem sokat. Ez a ilyen hot sauce, Louisiana hot sauce-szerű, de ez kínai. Ezt megmerem mutatni. Szóval ők a kínaiak sokkal erősebben esznek ételeket, mint bárki a világon. Tehát remélem jól látszik minden, nem csak ez a szekrény, ezt már észrevettem. Na, és most jön az érdekes, tehát fölhajtod, ezt így visszahúzod, remélem jól fog látszani. Oké, tehát fölhajtottad, visszahúztad, behajtod így a szélét egy kicsit, és itt is behajtod a szélét. Most nézd meg. Oké? Tehát most egyet görgetsz rajta óvatosan, és tartod ugye a hajtás, tessék, látni? Látni. És utána megint hajtasz rajta egyet itt elől, megint hajtasz rajta, úgyhogy ez a két vonal, ez egyenes legyen. És ezt így jó, tehát nem engeded, hogy laza legyen, és haladsz, és kérem, itt van az a bizonyos mexikói burrito, a töltelékétől függ, hogy minek hívjuk, chimichangának, nem enchilada az a szósz, tehát dologban, amit csinálnak így. Tehát maradjunk abban, hogy ez a burrito. A fogyasztása az, hogy ráteszed erre a kis tányérra, és ízlésed szerint ezekből a szószokból bármelyikből tehetsz rá, de rajtad áll, csináltad úgy is, hogy akár tejföl teszel rá. Tehát így megtejfölözheted, vagy tehát így mondom, így. Most én teszek rá egy picit ebből, így dekoratívabb is. Szokták azt is csinálni, hogy megszórják sajttal, szósszal, és berakják egy kicsit a sütőbe, vagy a mikróba. Itt a kamionban ez nem lehetséges, tehát ezt már így fogyasztható. Kérem tisztelettel, így néz ki, és kívánok hozzá jó étvágyat, az elkészítéséhez pedig sikert. Szevasztok, én ebből jó nagyot most beleharapok. Ez nagyon jó. Na, hát szevasztok. Jó egészséget mindenkinek. Bye-bye.